Péntektől még rövidebb ideig a jelenlegi 18 óra helyett csak 17 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóipari egységek Szerbiában. Az éttermek és a kávézók, klubok számára ez hatalmas kiesést jelent, a tapasztalatok szerint ugyanis a forgalmuk 70-80%-a az esti órákban valósul meg, így jelentős gazdasági visszaeséssel számolhatnak a vállalkozók. A válságstáb ajánlása szerint azonban erre a lépésre szükség van, hiszen ezeken a helyeken könnyebben terjedhet a kór. Néhány étterem azonban kivételt képez, a szállodákban található vendéglátóhelyek 21 óráig végezhetnek szolgáltatást, de csak is a hotelben regisztrált vendégek számára. A vendéglátóipari egységek az új szabály szerint hétvégén ki sem nyithatnak. Péntek 17 óra és hétfő hajnali 5 között csak a házhoz szállítás lehetséges. Nem csak a vendéglátóhelyekre, hanem a bevásárlóközpontokra, a játéktermekre, a fodrásszalonokra, az edzőtermekre és az uszodákra is vonatkozik az újabb szigorítás. Ezek a helyek sem dolgozhatnak hétvégén. A sportpályákat csak profi sportolók használhatják, akik versenyre készülnek vagy mérkőzést játszanak. A hétvégi zárvatartás alól kivételt képeznek a színházak, amelyek a hét minden napján nyitva lehetnek, de 18 helyett csak 17 óráig. Az élelmiszerüzletek, az üzemanyag töltőállomások és a gyógyszertárak továbbra is dolgozhatnak hétvégén is. A boltok 21 óráig tarthatnak nyitva, a benzinkutakon pedig csak üzemanyagot lehet vásárolni. A szigorítás a piacokra sem vonatkozik, továbbra is minden nap nyitva lehetnek, annyi változással, hogy vasárnap időkorlát között reggel 6 és délután 3 óra között működhetnek. A rövidített munkaidő nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, ahol nincs szükség a személyes jelenlétre, vagy ha az, csak rövid ideig tart. Ide sorolhatók a különböző szervizek, autószerelő műhelyek, cipészek vagy az üvegesek, amelyek 21 óráig tarthatnak nyitva.